Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunkban szó lesz majd tavaszi munkálatokról, repce állapotról és növényvédelemről is. Tartsanak velünk! Sárgálik a határ, kedves nézőink, és még hol van a napraforgó virágzása, hiszen azt még csak most ültették el. Nagyon sokan foglalkoznak repcetermesztéssel az utóbbi időben itt Vajdaságban, és az érdekes, hogy egyre jobban szaporodik továbbra is a repcének a termesztése, illetve a repcetermesztésével foglalkozó gazdák száma. Jelen pillanatban azt láthatjuk, hogy gyönyörű sárga virágban van a határ, viszont a tábláknak a végein, a forgókon, a széleken támadnak a bundásbogarak. A repcére jellemző, hogy egész tavasztal oda kell rá figyelni. Következő bejátszásunk is ezzel foglalkozik. Szinte teljes virágzásban van az olajrepce Vajdaságban. Burány Krisztián zentai termelő parcelláján kiváló állapotban van az állomány. A fiatal gazda teljes agrotechnikát alkalmazott, és a tápanyag utánpótlást, illetve a növényápolást is időben elvégezte. Elégedett a növényekkel, de még nem bocsátkozik hozamjóslásba. Ezen a parcellán én úgy gondolom, hogy megtettem mindent. Látszik is az állományból, hogy potenciál van benne, tehát hogy rekordtermés várható, aztán meg az időjárástól majd elválik, hogy kapunk csapadékot vagy nem, egyelőre a terület az extrán szép. A gazda az megadja a növénynek és a földjének, amit kell, és aztán várhat. A többi, tehát 50%-ot tud a gazda adni, a másik 50%-ot viszont a szerencsés az időjárás fogja megadni, és ha ez összejön, akkor várható akár még haszon is. Vajdaságban az idén ugrásszerűen megnőtt a repcevetés területe. Nem félő, hogy esetleg ez árcsökkenéshez fog vezetni, vagy pedig esetleg piacot veszíthet a gazda? Nem tudunk még annyit termelni, hogy a külföld beteljen vele, tehát egyelőre még nincs akkora terület, hogy túltermelés legyen belőle. Na most ármanipuláció az biztos, hogy lesz. Aztán meg a kereslet kínálat diktálja az árat. Most itt rebesgették a 40 dinár alatt is, felett is, tehát én bízom abban, hogy a 40 dinárt azt azért illene megkapnunk, mert a repce az elég drága kultúra, tehát ha nem adja meg az ember neki azt, akkor nincs is termés, tehát ott nincs is, ne is várjon. Ha viszont megadja neki azt, amit kell, tehát vegyszeres kezeléstől kezdve a műtrágyázás, alaptrágyázás, fejtrágyázás, a technológiát véghez viszi, akkor ez elég drága kultúra, és a 40 dinár az a szorzó, amiben a gazda azt mondja, hogy megéri csinálni, mert marad egy kis haszon is, de ha alatta megyünk, volt eset példa 8-10 évvel ezelőtt, hogy megfelezték a repcének az árát, na meg is csappantak a területek, tehát rögtön fele annyi gazda termelt repcét, tehát én azt mondom, hogy kellene, hogy 40 dinárt megkapjuk, akkor továbbra is maradna ez a terület, és akár még bővülhetne is a Vajdaság szinten termőterület. A gyönyörű állomány alapföltétele, illetve függvénye a jó termésnek? Konkrétan ez a terület itt egy korai hibrid, ami az idei évben elég magas szárra rendelkezik, de ez nem feltétlen hozza majd a magas terméshozamot. Tehát vannak kísérleti területeim, ahol nagyon elválnak a különböző hibridek. A későbbi hibridek azok akár 30-40 centivel is alacsonyabb szárra rendelkeznek, de ez nem jelenti azt, hogy az kevesebb termést hoz majd. Mert addig még ilyen gyönyörű és sok a virágzás, magas szár, de ha nem kapunk esőt, akkor nem tudja repce ezt a rengeteg becőt kinevelni és szemet hozni. Addig még a kései hibridek ugye váratnak, még nincsenek ilyen 80-90%-ok kivirágozva, azok olyan 50-60%-ban vannak kivirágozva, tehát arra még, ha jön későbbiekbe eső, akár még nagyobb hozamit is hozhat, mint ez a rendkívüli magas szárra rendelkező repce. Az enyhe tél miatt a kártevők száma nem csappant meg. Sok helyen a fényes bogár és a napokban a bundás bogár támadja az állományt. Azonban a zentai gazda a megelőzés híve. Így rovarcsapdák alkalmazásával gyérítette a kártevőket. Miután elkezdtük használni a rovarcsapdákat, hogy mégis meg tudjuk állapítani azt, hogy mikor kell kezelni és jókor kezeljük, ez az hozta magával, hogy időben tudunk reagálni, és ezáltal kevesebb a kárunk, és mivel időben reagálunk, tehát akkor, mikor van a rovar rajzás,
utána nem kell megismételnünk a védekezést, tehát ezáltal az idén is egy kezeléssel kevesebbet kellett alkalmazni, ami jó, mert a méheket kíméljük, meg azokat a hasznos rovarokat, akik poroznak, amik porozzák a repcét. A hajtásunk majd egybe fognak virágozni. A határnézőben agrármérnökök is jártak, akik arra mutattak rá, hogy az olajrepcénél a jól elvégzett talajmunka és az időbeni vetés, valamint a növényápolás határozza meg a hozamot. Virágzáskor azért nagyon oda kell figyelni a kártevőkre, tehát a bundásbogára, vagy a fényeskére, vagy amik megjelennek ilyenkor, azt okvetlenül követni kell, és hogyha annak ellenére, hogyha a parcellákban az olajrepcet az állomány nagy, annak ellenére is meg kell nézni, hogy mekkora az a mennyisége, konkrétan ha bundásbogáról beszélünk, hogy mekkora az a létszám, amely jelen van a parcellákon is, hogyha nagyobb, vagy hogy ez egy kritikus pontot áthaladja, akkor mindenképpen bele kell menni, nem sajnálni, hogy legtapossuk egy kicsikét a repcét, bele kell menni, mert nagyobb kárt okozunk azzal, ha nem csináljuk meg, mint hogyha valamennyit letaposunk vele. Konkrétan az állomány így Vajdaság szerte elég eltérő, mert a középnagyságtól egy kivezette magas repcékig meg lehet látni mindent. Úgy gondolom, hogy a nagy átlagban az olajrepcék az egy olyan 1 méter magasak körülbelül, de vannak itt mind, ami mellettünk is látszik, hogy igen, majdnem a másfél méteren túl van, tehát majdnem egy 60-70. Konkrétan az időjárás az mondhatjuk, hogy az olajrepcének az, hogy igen, jó volt, mert a tél az jó volt, a télbe jó ment be, tehát úgymond az ősz vége, a tél eleje, csapadék van, azok a nagyon-nagyon hidegek nem voltak, volt hótakaró is, tehát mindenképpen úgy számíthatjuk azt, hogy az olajrepce azért egy, úgy mondom, hogy egy jó évet, egy jó agrotechnikás évet zárt eddig. Vajdaságban az előző évekhez viszonyítva ugrásszerűen megnőtt a repcevetés területe. Becslések szerint 50 ezer hektár körül termelnek gazdáink, és ha nem éri elemi csapás a növényzetet, valamint a magtelítődés is jó lesz, akár rekordhozamra is számíthatnak. Természetesen más tavaszi munkálatok is nagyon napirenden vannak az utóbbi időben. Megkésett ugyan egy kicsikét a tél, későn tavaszolott, ez miatt a gazdák elkéstek, még most is nagyon sokan még csak munkálják le a földeket, és csak ezután fogják vetni esetlegesen a kukoricát vagy a napraforgót. Minden megvan egy picikét késve, de azért a gazdák igyekeznek attól függetlenül, hogy a tavalyi szűkös esztendő után bizony nagyon nehéz tavasz elé néztek a gazdák itt Vajdaságban. A martonosi helyi közösséghez tartozó Kishomokon jó, ha 120-an élnek. A lakosok szinte kivétel nélkül mezőgazdasággal foglalkoznak. Sors Endre a növénytermesztés mellett jószágokat is tart. A napokban fejezte be a napraforgó vetését, és már csak egy kevés kukoricát kell elvetnie, hogy utolérje magát. Hosszan tartott ugye az ősz, mivel hogy januárban is meleg volt, és akkor elszóltuk a műtrágyákat, sajnos aztán jött egy kis komolyabb zordidő, meg az eső, a hideg tél ugye megtette a hatását, tehát a földterületekre nem lehetett időben rámenni, és akkor sok embert késleltett a munka. Tehát olyanok ezek a mi talajaink, hogy egyik végéről rá lehet menni, a másik végén meg már nagyon vizes. Mert nem is egyformák a földek itt. Hát igen, ez a martonosi katasztéri község, ebben nagyon sok a székes terület, amit nem tudunk művelni úgy egyaránt, ahogy kellene. És akkor az emberek most azt csinálják, hogy elkéstek, azt mostan kerülgetik, ahol nem lehet rámenni, azt kihagyják, ahol rá mehet menni, azt meg csinálják, mert ugye gazdosodnak a földek is. Látom, hogy nagy ütembe folyik a munka, mindenki csinálja, amit meg lehet csinálni. Hát megpróbálják behozni a lemaradást, mert ugye késve is lett kezdve a vetés. Viszont itt a mellettünk lévő parcellán már kezdenek kihajtani a kukoricák. Mi hiányzik annak, hogy az meginduljon rendesen a növésben? Hát a kukoricák azok, akik időben egy pár nappal hamarabb vetettek, ez a nagyon jó meleg, ez nagyon jó, tehát gyorsan megugrottak a kukoricák, hanem egy, ami a nagyon nagy gond bennük, hogy most már ugye fúj a szél, meg alsó nedvességünk azt talált még van, hanem a felső nedvesség, ami az a 3-4 únyi, ami kellene, hogy a csíra képességre, ami jöjjön egy kis nedvesség, az már most kezd elfogyni, és kellene egy pár milliméter eső, hogy jól legyen a kelések. És egy pár milliméter esőtől valószínűleg ezek megindulnának, és egy-két napon belül lehetne látni a zöld csíkot, a hajtások zöld csíkját a földön. Hát igen, ezek óráról órára, napról napra gyorsan, ha meleg az idő, van nedvessége, gyorsan ki tud jönni a kukorica, mert ugye még 2-3 leveles állapotban nem nagy nedvesség kell neki. Hanem itt még az a nagyon nagy gondok, hogy ugye homokterület, meg kötött talajok,
a gyomirtózást kellene elvégezni, amire nagyon kellene egy környezőző eső, amit tudna egy kis hatást is nyújtani a vetemények, a gazok ellen. Az elvetett kukoricára jól jön egy kis eső, ugyanakkor a vágásra váró lucernára nem kellene, vélekedik Sors Endre, de hát a növénytermesztés az már csak ilyen, mondja mosolyogva. A család egy távolabbi parcellán olajrepcét is vetett, aminek termesztésére egyre több termelő áll át. Átállnak a repcére, mert meghallották, hogy egy kicsikét jobb ár mutatkozik, mint a esetleg az Árpánál vagy a Buzánál, de ahogy én járom a határt, nagyon sok repce van vetve. Habár itt mi nálunk jó indult a repce, csak itt is nekünk egy 30-40%-át, amit elvitt a víz. Tehát az már nem jön vissza. Tehát ami kis haszon lett volna rajta, ha meg is marad, akkor ha nem éri valami elemi csapás, akkor az már oda van. Az idei vetés, amit gyakorlatilag, ha még nem is egészen, de majdnem befejeztek, mennyibe jött ki? Egyáltalán sokba került az idei vetés, sokkal többen mondjuk, mint a tavalyi. Hát most mondhatnám azt, hogy aránylag megvegyünk. Ugye a kukoricamagok ára nem mentek följebb, az üzemanyag az pedig drágult egy kicsikét, meg a vegyszerek is egy valamennyi százalékra drágultak. Úgyhogy körülbelül ott tartunk a tavalyi beruházásnál, habár a termények ára meg nem igazán emelkedett ahhoz képest. Hát most kérdés, hogy ugye még az év folyamán majd változik-e, csak ne, hogy az legyen, hogy lefelé. Hát igen, mert a tavalyi búza is ugye 10-ennyihány dinár, ugye mink raktároztunk, elbírtuk adni 18 dinári. És akkor ehhez képest, amit mondok, mink úgy hívjuk, hogy vörös liszt, az meg 20 pár dinárra fölment, tehát valahogy nincsenek egységben az árak ezen a téren. A szubvenciók tekintetében mi a véleménye? A földalapú támogatás lesz a nagyon keveset, ami tényleg a külföldi országhoz képest, ez nagyon kevés a szubvenció, ezt megkaptuk. De hát amik még le vannak maradva, a tavalyi bikák, a hízóborjakat, amiket áttattunk, azok után nem kaptuk meg, és az első üszőkre azokra se kaptuk meg még a támogatást. Habár nagyon kellene pénz, mert most kellene befektetni nagyon sok mindent. Ugyanúgy ugye hát továbbra is itt a takarmányokat meg mit be kellene készíteni, ha idő lesz itt. Itt üzemanyag, itten javítások, itt nagyon sok mindenre pénz kellene. És nagyon jó volna ezeket időben kifizetnék, ugye csak jobban tudna, ha bár kevés ez a pénz, de hát ezt is be kellene osztani. Ha már szóba kerültek a jószágok, és beszéltünk már arról, hogy jószágtenyésztéssel is foglalkoznak, milyen állatállomány van? Tudom, hogy vannak tehenek, bikák, borjak, üszők. Hát mi fejős tehenekkel foglalkozunk javarészt. Annak a borjait, ugye az üszőborjakat hagyjuk továbbra, ugye mindig van musta tehén, amit ki kell mustálni, és hagyjuk az üszőket, bikaborjakat még meghizlaljuk. Habár a tavalyi éven nagyon ránk nyomta a szárazság azt, hogy takarmányt úgy kell venni, és akkor most nem igazán akar maradni pénz, hanem mindent be kell venni a takarmányba. Elfogyott a kukorica, elfogyott az árpa, most várnánk, hogy minél hamarabb bejönne az árpa, hogy ne kellene már koncentrátott tápokat vegyük, ez mind nagy kiadások. És a tejár meg nem nagyon változott, de amott meg az árak azért csak egy kicsikét mozognak fölfelé. Most amennyiben nem lesz olyan aszályos év, mint a tavalyi az idén, akkor a gazdasággal ki tudja termelni a takarmányt a jószágoknak? Hát, ha jó év lesz, akkor szerintem ki tudjuk termelni a takarmányt, mert ezek a földterületek mind arra valók, hogy takarmányra kukorica, ugye buza, árpa, meg lucerna, és ezeket mi mind silózás, ezekkel meg fel tudjuk etetni. Tehát mivel, hogy ebben vergődünk, nekünk kell a szerves trágya, nekünk muszáj így alapozni ezt a dolgokat. Most amennyiben ez mind takarmánynak megy, akkor gyakorlatilag mi marad olyan, amit értékesíteni lehet, az olajrepce, vagy van még valami más is? Hát ami értékesítve van, az olajrepce, esetleg a buzából tudunk eladni, ugye, mert ha jó terem, abból azt nem etethessük fel, abból el kell adnunk, meg a napraforgót tudjuk még ugye eladni, amiből pénzt tudunk csinálni. Hányan élnek meg ebből a gazdaságból? Hát ebből a gazdaságból per pillanat 5 vagyunk. Van a feleségem, én, 2 fiam, meg egy menyem van. Na most a menyem az ugye munkaviszonyban van, de függetlenül ő is az ide tartozik ehhez a családhoz, és akkor így mindnyájon csináljuk. Tehát a kisebb fiam a fejük a teheneket, a nagyobb fiam csinálja a földeket, feleségem szintén, ő rendezi a jószágokat, úgyhogy mindenkinek megvan a saját programja. Itt elkezdődik reggel 5 órakor a program, és akkor este látástól vakulásig, hogy szokták mondani, addig megtart.
és a beszélgetés előtti beszélgetés során az is elhangzott, hogy Sorsrendre majd az éjszaka folyamán megy orom határába egy földet permetezni. Muszáj ezt ilyenkor? Hát igen, muszáj este végezni a permetezést, ha bár így sem nagy hatással van, mert amikor feketére gyomírtózunk, akkor az volna a lényeg, hogy permetező eső volna, hogy a gyomírtó ugye gyorsan tudja hatni, és akkor azért csináljuk éjszaka, hogy akkor egy kicsikét a levegő lehűl, meg szél se fúj, és akkor jobban aktivizálódik a vegyszer. Tehát nem szárad olyan gyorsan meg, és akkor egy hátha egy kicsit, ha bár nem nagy reményem van hozzá, és muszáj így éjszaka csinálni. Most már vannak olyan vegyszerek, hogy amiket feketére csinálunk, és ha nem sikerül esetleg, aztán még tudunk zöldre 3-4 leveles állapotban még tudunk alkalmazni gyomírtókat. Tehát vannak erről szudáni füvekről, tehát megvan az a maximális idő, hogy hány leveles korig lehet még alkalmazni. Úgy kukoricánál ezt lehet. Ricánál igen, lehet megint alkalmazni. Tehát ott már a széles levelűeket, azt nem igazán, de keskeny levelűekre még van a ricánál is, amit tudunk alkalmazni. Tehát ez megint csak azt jelenti, hogy plusz kiadásunk van, ha kétszer kell csinálni. Hát az nyilvánvaló, időben is, kiadásban is duplázódik minden. Elég szép gépállomány áll a Sors család rendelkezésére, saját befektetéshez, vagy esetleg pályázatokat is használtak? Hát aránylag saját befektetés pályázatokat használtak, a Prosperitátén köröztül a két fiú egy körbe mentek, úgyhogy ott nyertek, amit egy fiam a ciszternát, a másik egy vetőgépet. Több pályázatunk nem volt most. Ez a mechanizáció elég, ennek a nem tudom mekkora földterülete van a gazdaságnak egyáltalán? Hát földterület van valamennyi, sokat bérelünk, még van saját földterületünk is, habár az a gond, hogy valamikor 5 tehénnel kezdtünk, akkor is megéltünk, most még már van 50-60, az most is nehéz, tehát ugyanúgy állunk a földdel is, meg a gépekkel is, hogy minél több-több, tehát minél nagyon kevés jövedelemmel dolgozunk, és nagyon sok mindent meg kell csinálni, hogy azt a jövedelemet meg tudjuk valósítani, meg tudjunk élni. Mai műsorunkat növényvédelemmel zárjuk az Adama cég jóvoltából. Na potusu zbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, iz godine u godinu najveće bitke, kažu proizvođači, dobijaju preparati Chief i Nikogan, kompanije Adama. I u izuzetno teškoj poljoprivrednoj godini za ovu kulturu, zemljoradnička zadruga Srem u Inđiji, kao i poljoagrar u Vojki, na svim svojim površinama pod kukuruzom ostali su verni tim preparatima i pobedili. Nalazimo se na parceli kukuruza na kojoj je određen tretman protiv širokolisnih korova u fazi 4. do 6. lista useva kukuruza sa preparatom Chief u dozi 1,2 litra po hektaru, gdje možemo vidjeti efekte delovanja ovoga preparata na korovske biljke. Preparat Chief je visoko selektivan preparat za usev kukuruza, što se naročito dobro pokazalo ove godine kada su imali te pozne prolične mrazeve koji su dosta uticali na usporen rast useva kukuruza. To je preparat koji pored svog kontaktnog djelovanja na korovske biljke ima i zemljišno dejstvo, čime se produžava taj period djelovanja, odnosno zaštite useva kukuruza. Ovo je treća godina kako mi na našim poljima koristimo preparate Nikogan i Chief i jako smo zadovoljni, tako da ćemo nastaviti u budući da to radimo. Chief Nikogan koristimo u prethodnih par godina i postižemo izuzetne rezultate. Pojava mraza je promijenila mnoge stvari. Prva 2-3 lista su nam propala i onda smo se odlučili za Chief i Nikogan. Bukvalno sad ga primjenjivamo i po meni je izuzetno dobro. Svake godine, nažalost, korovske biljke koje prete usevima kukuruza vraćaju se, čini se, još upornije. I svake sezone proizvođači su na muci čime ih suzbiti. Preparat Chief kompanija Adama isto toliko je uporan i istrajan upravo na tom putu. Za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza kompanija Adama preporučuje herbicid Chief. Preparat je urađen po principu 2 u 1, što znači da pored aktivne materije mezotrion u sebi sadrži i okvašivač. Ovakva formulacija obezbeđuje uštedu u vremenu, novcu i svakako brže, bolje i kvalitetnije usvajanje aktivne materije od strane korovske biljke. Chief je visoko selektivan herbicid, pa je samim tim i fleksibilan po pitanju vremena primjene. Usevu kukuruza preparat se koristi od 2. do 8. razvijenog lista, ali naša preporuka je u fazi od 2 do 6 razvijenih listova, jer je praktično tad i optimalno vreme za primjenu herbicida i suzbijanje širokolisnih korova.
Količina primjene mu je od 1 do 1,2 litre po hektaru, što zavisi od korovske biljke i same razvojne faze. Ovaj preparat odlikuje i dvostruki mehanizam delovanja, što znači da i na najupornije korove deluje i folijarno preko lista i rezidualno preko zemlje, ali se i odlično meša sa preparatima na bazi nikosulfurona. Na taj način rešavamo sve one korove koji su u vreme prskanja prisutni u usevu kukuruza, a zahvaljujući produženom delovanju preko zemljišta sprečava se nicanje novih korovskih biljaka i do 6 nedelja od momenta tretmana. Čif je odlično rešenje za širokolisne korove kao što su abutilon, štir, pepeljuga, tatula, čičak, kereće grožđe, palamida i niz drugih širokolisnih korova. Čif je odličan partner herbicidima na bazi nikosulfurona u paleti kompanije Adama, to je preparat Nikogan. Nikogan je odlično rešenje za rizomski sirak kao i niz drugih travnih korova u sevu kukuruza, a primenjuje se u dozi od 1,25 litara po hektaru. Također je reč o visokoselektivnom preparatu koji se koristi do 8. razvijenog lista. Kombinacija Čif Nikogan je kompletno rešenje za sve korove u sevu kukuruza. Jer zemlja ne može sama, Adama. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva várom önöket, akkor majd egy kisebb gépkiállításról is beszámolunk önöknek, amely itt Vajdaságban lesz megrendezve. Várom önöket egy hét múlva, a viszontlátásra!